Az Acélbikák csapatkapitánya elégedett volt a mérkőzéssel, úgy gondolja, hogy az Erste Ligában sokkal keményebb ellenfelekre számíthatnak majd. Ezt sehol nem rakhatjuk ezt a meccset, itt le kell vonni a tanulságokat belőle. Nem gondolom, szerintem senki nem lesz ennyire gyenge a ligában, mint amilyen a mai ellenfél volt. Ettől függetlenül nyertünk, lőttünk gólokat, tudtunk gyakorolni figurákat, az embereink tudtuk gyakorolni. Harmadik, negyedik sor is lőtt gólt, mi is lőttünk gólt, jó, eloszlottak a gólok, szóval a játékosok is lőttek gólt, akik ritkában szoktak, ez mindenképpen pozitív, de holnap már ezt elfelejtjük és készülünk pénteken a Mac ellen. A szezont egy nagyon erős csapat ellen fogják kezdeni a fiúk, így az Érsekújvár elleni győzelmet történelemként kell kezelni. Dávid Múziá vezetőedző értékelte a csapat teljesítményét. Pénteken a Mac ellen kezdődik a szezon, nagyon fontos, hogy addigra felkészült legyen a csapat. A mai mérkőzés nagyon jó volt, jól jött ki a lépés, jól játszottunk, amit az eredmény is tükröz. Reméljük, hogy pénteken ugyanilyen készen áll majd a csapat. Az Acélbikák szeptember 8-án kezdik meg a szezont. Folyamatosan készülnek az Erste Ligára, ahol az első fordulóban a budapesti Mac ellen fognak játszani.